Kié lesz a magyar föld? Lejárt a moratórium, hosszabbítottak, egy olyan törvényt kellett hozni, amely a föld védelmében áll. Szép jó estét kívánok! A földdel, a föld törvénnyel foglalkozunk a Somogy Televízió ma esti Miért című műsorában, és tisztelettel köszöntöm a ma esti szakértő vendégünket, a Magosz részéről Szabó Tamást, megyei elnöki tisztet és országos alelnöki tisztet is betölt a szervezetben. Ez azért fontos valószínűleg, mert a Magosz részt vett az előkészítésben. Most akkor kié lesz a föld? Jó estét kívánok! Hát minden reményünk szerint a magyar gazdáké lesz a föld. Vannak fékek, vitatták nagyon sokan, hogy ez, erre most miért van szükség, miért nincs szükség. Ugye volt egy moratórium, tekintsünk erre vissza egy picikét az elmúlt évekre. Ez régi törekvés, hogy magyar ember művelje a magyar földet. Egy darabig volt arra jogi lehetőség, hogy az külföldiek Magyarországon történő földvásárlását jogi eszközökkel meggátolják. Ez volt az úgynevezett földvásárlási moratórium. Ezzel mi történt, hiszen 11-ben ez lejárt volna? Igen, hát ennek a hosszabbítását sikerült elérnünk. Ez arra volt jó, hogy hosszabb időt tudtunk a felkészülésre fordítani, és hát a Magosz, ahogyan tetszett mondani, a Magosz ebben azért alapvetően részt vett. Egyrészt ugye nagyon sokan támadják a földtörvényt abból az oldalból is, hogy hosszan, tehát nagyon hosszú volt az előkészítése a földtörvénynek, és hát gyorsabban is meg lehetett volna csinálni. Én azt gondolom, hogy szükség volt a széles társadalmi véleménykérésre, és hát ennek következményeképp remélem egy olyan földtörvény alakul most, ami mindenki részére azért elfogadható. A moratórium meghosszabbítását sikerült elérnünk, és mondom, ez alatt az idő alatt azért több olyan információ és tapasztalat is összegyűlt, főleg a európai országok, korábbi uniós országok tapasztalatait próbáltuk beépíteni, hogy most a földtörvény az egyik legkeményebb földtörvény legyen. Most azért ezt ugye támadják a földtörvényt jobbról-balról, de azt tudomásul kell vennünk, hogy a Magyarország az unió tagja. Tehát az unióval ellentétes jogszabályokat nem hozhatunk. Tehát nagyon-nagyon vékony mezsgye vagy pengeéles mezsgye az, ahol el kell lavíroznunk úgy, hogy ne akasszanak a nyakunkba majd pereket, ugyanakkor pedig a védelem meglegyen. Milyen fékek vannak egyébként? Mert hogy elvileg most kitárul a kapu, és elvileg ugye biztosítani kell Magyarországnak azt, hogy akár külföldiek is a versenyszabályozás, az uniós versenyszabályozás értelmében, akár külföldiek is vásárolhassanak földet. Most ez a földtörvény lehetőséget erre ad, ugyanakkor valamilyen szinten, legalábbis sokak szerint, akik részt vettek az előkészítésben, támogatja is a magyarok földszerzését, tehát a magyar földvédelmét. Hogy sikerült ezt elérni? Igen, hát többféle fék van beépítve, ami úgy általánosnak tűnik, tehát a helyben lakása, a Magyarországon való életmódszerű élés, életmódszerűen a mezőgazdaságban dolgozás, de én a legnagyobb féket abban látom, amit sikerült valószínűleg, és az Unióban is sikerült majd átvinnünk, az, hogy helyben döntenek arról, hogy ki vásárolhat földet. Tehát sikerült elérnünk azt, hogy ugye a döntési folyamatoknál nagyon-nagyon sokszor gond az, hogy ugyan hozzáértő vagy nagy tudású emberek hozzák a döntéseket, de a valóságtól és a tényektől messze. Na most nekünk sikerült elérnünk azt, hogy az úgynevezett települési agrárgazdasági tanácsok fognak dönteni arról, hogy a településen ki tud vásárolni, ki bérelhet, és ez a döntő fék az egészben. És itt gyakorlatilag nagyon-nagyon komoly önállóságot kapnak a települések, mert ha ők most ezt a bizottságot, ami 3 és 9 fő között kell, hogy megalakuljon rövidesen, ha ezt jól tudják összeválogatni, és olyan érzelmi emberek vannak benne, akik a magyar földet magyar kézben akarják tartani, akkor alapvetően meggátolható a idegen kézbe, sőt azt is merem mondani, hogy a magyar, de spekulációs céllal történő vásárlás ellen is tudnak tenni. Gyakorlatilag mit lehet tudni egyébként ezekről a bizottságokról? Sok helyen bizottságokként emlegetik őket. Hogy alakul Somogyban? Meddig kell megalakulniuk, és milyen kritériumok vannak? Hiszen a feladat az adott, tehát az összetételt még nagyon sok helyen nem igazán lehet látni.
Igen, hát sokféle fajta elképzelés kering a közvéleményben. A tények a következők, hogy egy helyi véleménykérés után a kamara elnöke, igazgatója javaslatára fogják a bizottságokat megalakítani. Minimum 3 fő kell, és 9 főig terjed. Én azt gondolom, hogy ez az országos átlagot majd a 3-4-5 fő jelzi, mert ugye az alföldi területeken, ahol a közigazgatási terület nagy és nagyon sok gazda van, ott valószínűleg 9 fő lesz, de itt az apró falvas településeken ez 3 főben meg fog tudni állni, és én nem vagyok híve a partalan bizottsági számoknak, vagy bizottságtagi számoknak, mert akkor világos, hogy a nehezebb a döntés is. Ezek a bizottságoknak a törvény lehetőséget a megalakulásukra már, és hát a magas véleménye szerint egy kicsit későn alakultak, mert a mostani állami föld bérletek, pályázatok, bírálatok odaítélésénél is már ezeknek a bizottságoknak döntő szerepe lehetett volna, hogyha a jogszabály, ugye a kocsi nem kerüli el a lovakat, de sajnos egyelőre így van. Örüljünk annak, hogy ez törvény erőre emelkedett, és hát valószínűleg ez azért rengeteget fog segíteni. És hát azon kívül ugye a fékek közé tartozik az állami elővásárlási jog is, tehát a bizottság előtt ott van az állami szerepvállalás is, ezt követően bizottság, tehát azt gondolom, hogy elegendő fék van arra, hogy a magyar föld magyar kézben kerüljön, magyar gazdálkodó kezébe kerüljön, és hát én azt remélem, hogy ez megelégedésére szolgál mindenkinek. Kik lehetnek egyébként tagok? Van-e bármilyen kritérium? Mert hogy ilyenkor, amikor azt mondja az ember, hogy akkor alakul egy bizottság, akkor eszébe jut a tradicionális választás, hogy aki választó lehet, az választható is lehet. Kell-e valamiféle szaktudás ehhez, vagy pedig kérdem ezt főként azért, mert említette, hogy hát a spekulánsok ellen való védelem az ugye mindenképpen feladata lesz ezeknek a bizottságoknak. Igen, hát a legfontosabb dolog talán az, hogy regisztrált kamarai tag legyen, ennek minden kritériumával, tehát a regisztrációval, a tagdíj befizetéssel, egyéb ilyen dolgokkal helyben lakónak kell lenni. Tehát nem lehet egy szomszéd faluban lévő gazdálkodó a más településen tagjának a bizottságnak. Helyben lakónak kell lenni, és hát természetesen alapkövetelmény az, hogy tisztességes, fedhetetlen, és hát a közvélemény, a község vagy település közvélemény előtt is elfogadott ember legyen. És értsen a mezőgazdasághoz, ha már kamarai tag, akkor valószínűleg fog. És természetesen, hát mivel földről van szó, azért elsősorban a állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet vonalát erősítenénk, és hát a feldolgozóiparból vagy a méhészek közül azért kevesebbet szeretnénk látni a tagok sorában. Gyakorlatilag egy alfa és egy omega lehet ez a bizottság, mert hogy a kérelmek elbírálása ugye több lépcsőben történik, visszanyúlunk egy kicsit a vétójoghoz. Ennek a bizottságnak kőkemény vétójoga lesz, ez miről fog szólni? Igen, hát a törvény szerint, illetve hát a törvény magyarázata és a kiegészítései szerint, ha valaki földet szeretne vásárolni, ugye ezt ki kell függeszteni a polgármesteri hivatalba, nyilvánosan. Most ezt követően a kifüggesztés után, ha többféle pályázat vagy érdeklődés érkezik, akkor ezeket a jegyzőnek kötelessége a kormányhivatalhoz elküldeni. A kormányhivatalnak jogi oldalon van lehetősége, tehát ő a kifüggesztés körülményeit, az ajánlattétel jogi oldalát fogja vizsgálni, és ezt követően ez a hivatal vissza fogja küldeni a jegyzőnek, aki ezt követően a bizottsághoz küldi ezt a X számú kifüggesztést vagy kérelmet, és a bizottság a saját maga által véleményezett módon, illetve ennek azért lesznek majd hát kritériumai, milyen szempontok alapján kell ezen gondolkodni vagy dönteni, akkor ő dönt az, hogy kié legyen az a föld, ami vásárlásra fel van ajánlva. Na most a ismertmény szerint a bizottság döntésével szemben nincs lehetőség módosításra, tehát vétójog van annak a bizottságnak, hogyha valamiféle fajta más elképzelés kerül oda, vagy másféle módon akarnak ott földet vásárolni. Ez azért is nagyon lényeges, mert se a megyéből, se a járás vezetéséből nem vagyunk képesek
kontrollálni azt, hogy valaki például bejelentkezik egy fölvásárlásra, és ki van mögötte. Na most a helybeli gazdák nagyon keményen a termelőeszközükhöz ragaszkodva, természetesen nagyon keményen fognak azon dolgozni és ismereteket gyűjteni, hogy ha vásárlás történik, és ők esetleg nem szándékoznak ott vásárolni, akkor ki lesz ott, ki az, aki oda befurakodik, és ki az esetleg, aki a későbbiek során esetleg mondjuk így veszélyes lesz részükre, és mondjuk a földjeiket fel akarja vásárolni. Na most ezt a bizottság megvétózhatja. Kell indokolni egyébként? Nem kell indokolni. Kérdem ezt azért, mert attól kezdve ott van egy következő lépcső, hogyha azt mondják, hogy ki kell nyomozni például a kapcsolati hálót, és ezt leírja valaki, akkor attól kezdve ember legyen a lábán, aki egy bíróság előtt ezután megáll, hogy ezt még leírja indoklásban. Nem, hát pont azért nem szeretnénk ilyen több éves, vagy több tíz éves perekbe bonyolódni. A bizottságnak ez a joga meg lesz, tehát vétó joga lesz mindenféle fajta szerzéssel kapcsolatosan. Elképzelhető-e, hogy ez normálisabban fog működni, mint a közbeszerzés, ahol muszáj egy nyertest hirdetni egyszer csak? Mert hogy azért, hogyha megnézzük, bizony-bizony ilyen pályáztatásoknál, bizottsági döntéseknél, bár most ugye nem feltétlenül, úgymond feltétlen állami szerepvállalásról van szó, nagyon sokszor előfordul, hogy hát akkor a három rossz közül a kisebbik rosszat választjuk, bár nem tudjuk, hogy az micsoda. Kötelezően választani. Igen. És eredményt hirdetni. Én remélem, hogy a közbeszerzés betegségei nem fognak ide gyűrűzni. Abban reménykedem, hogy a településnek a önvédelmi rendszer az újra beindul, és nekem az volt az elvem, bocsánat, hogy kicsit körbekerítem, az volt az elvem, hogy minden gazdálkodó, ha lehet, maradjon a településén, mert valami oknál fogva a történelmek kialakultak a települések határai. Ahhoz megvoltak a gazdálkodók, hogyha ott valami oknál fogva mondjuk ők elköltöztek, kihaltak, vagy abbahagyták a termelést, ez egy másik kategória, de nem vagyok, határozottan nem vagyok híve, de a magos se igazán híve annak, hogy ilyen határokon átnyúló műveléseket erőből végezzünk, mert minden településnek meg kellett volna hagyni, vagy meg kellene hagyni az életterét. Tehát a településen élőknek a lehetőségét meg kell hagyni. Nem tartom normálisnak, hogy egyes települések már szinte hát zsellér vagy rabszolga szinten vannak kiszolgáltatva egyes vállalkozóknak. Tehát én azt remélem, hogy sikerül a alulról jövő javaslatok, vélemények alapján olyan javaslatot tenni a kamara vezetésének, ami egyezik a helyiekkel, és egyezik ezzel elvel is, hogy a települések önállóságát és védelmét meg tudjuk oldani így a földön keresztül is. Bízunk benne, hogy így lesz. A másik kérdés ugye az a birtokszerkezet, birtoknagyság inkább mondjuk így, amit óriási vita övezett. Miért volt ebből ekkora vita? Mert gondolhatná az, aki nem a földdel foglalkozik, hogy hát jó napot, hát most aki többet akar termelni, annak nagyobb földje van, aki nem, annak nem. Nem egészen így alakult ez, tehát azért itt is támadták a földtörvényt. Milyen értekek húzódtak itt mögötte? Most ugye a földtörvényt az ellenzék támadja. Az ellenzéknek az a dolga, hogy a kormány támadja. És a kormány által az intézkedéseket támadja, tehát ezzel nem kell megsértődni. Ami szakmailag indokolt vagy indokolatlan kérdés, ugye, amivel számolnunk kell. És ez megint Magyarország elég sajátos helyzetben van. Nálunk történelmileg kialakult egy birtok szerkezet, egy erőszakos történelmileg alakult ki egy birtok szerkezet, emlékezik mindenki a kötelező földbeadásokra, az elvételekbe, nem akarom ezt ragozni. Tehát a lényeg az, hogy TSZ-esítés folyt, ennek alapján 70-es évek közepétől 80-es évek közepéig kialakult egy jól működő, ugye nem tudni, hogy mennyi támogatást élvező birtokszerkezet, egy birtokkoncentráció, és az emberek jó része bele is fáradt abba a harcba, hogy ő művelje a földet, se eszköze, se tudása, se semmi nem maradt abból már. Na most ezek a tények. A mostani földtörvénynek és a magosznak se célja az, hogy ezt a birtokszerkezetet olyan erőszakossággal változtassa meg, ami a magyarországi agrárgazdaságot, vagy az agrárkivitelt, vagy az ellátást azt hát nem biztosítaná.
Tehát mindenképpen tudomásul kell vennünk azt, hogy alakultak nagyüzemek, vannak jól működő nagyüzemek, vannak kevésbé jól működő nagyüzemek, és vannak alakuló kisüzemek is, amikor a rendszerváltozás után azért lehetőség volt a kárpótlás során önálló birtokokat hát kialakítani. Ami itt a kisebb gazdákat irritálja, és ez jogosan irritálja, hogy nagyon sok esetben azok a talán egyértelmű mindenkinek azok a zöldbárok, akik mindenféle fajta tudás vagy hozzáértés nélkül kapcsolataik alapján sikerült nekik megszerezni egy TSZ-elnöki pozíciót, azok azt követően privatizálták, magyarul hát csontra tették az üzemet, és azt követően hát elég alacsony áron sikerült a részjegyeket is, és egyéb vagyonértékeket megvenni. Ami a kicsiket, vagy a úgynevezett kicsiket irritálja, hogy ezek olyan helyzeti előnyben vannak most a most alakuló gazdaságokkal szembe, ami szinte lehetetlen behozni. Tehát nem célja a földtörvénynek, a nagyüzemeknek a szétverése, nem célja a mezőgazdasági termelésnek a lenullázása, de igenis egy normális település szerkezethez hozzátartozik az, hogy a településhez tartozó földeket a településen lévő gazdálkodók műveljék meg, a lehetőség szerint családi vonatkozású szervezetek jöjjenek létre, és ezzel hatalmas lehetőség van arra, hogy a munkanélküliség csökkenjen. Ráadásul nem kell mondani talán senkinek se, hogy egy család összefog, és a családon belül van a vezető, a könyvelő, esetleg a jogász, meg a szakmunkás is, az olyan előnyöket rejt magában, amivel nem tud versenyezni semmiféle fajta nagyüzem. Milyen pozitív előnyöket tartalmaz e tekintetben a földtörvény, vagy a jelenlegi szabályozás, hogy a családi gazdaságokat részesíti előnyben, hiszen itt azért ezek a birtokméret viták nem voltak véletlenek, feltételezem én. Nem, hát ugye itt azon is vita folyt alapvetően, hogy mekkora területből lehet megélni Magyarországon. Tehát mekkora, mondjuk én szántóföldi növénytermesztésről beszélek, de az állattenyésztés is hozzákapcsolódhat. A kertészet az egy másik vonal, természetesen egy nagyon intenzív, vagy gyümölcsös, nagyon intenzív kultúrák, tehát ott azért lényegesebb, kisebb területeken is lehet nagyon eredményes gazdálkodást folytatni. Ami itt nagyon lényeges dolog, hogy ugye, ahogy említettem, Magyarországon kialakult történelmileg egy birtokszerkezet, és sajnos kialakult egy jövedelmi viszony is. Nem tudjuk összehasonlítani a magyar jövedelmi viszonyokat, az gazdasági jövedelmi viszonyokat a osztrák, német, francia jövedelmi viszonyokkal, nem tudjuk a kiszámíthatóságot se összehasonlítani. Most ebből adódott az, hogy itt nálunk ment a számháború, hogy 300, 500, 800, 1200 hektár legyen. Most azért azt gondolom, hogy az 500 hektáron lehet eredményesen gazdálkodni, és abból egy család már meg tud élni, sőt, bérmunkát is végezhet, vagy pedig bérmunkások is alkalmazásra kerülhetnek. A 800 hektár az egy felső határ, oda az már nagyon kemény állattenyésztési vonatkozások kellenek. Az 1200 hektár pedig egy teljesen különleges helyzet, nagyon kevesen fogják ezt megélni, de ahogyan említettem, nem célunk azoknak a gazdaságoknak a rossz helyzetbe hozása, akiknek most ekkor területen van lehetőség gazdálkodni. Tehát ne kelljen kényszerértékesítést csinálni azért, mert nem felel meg például az erőírásoknak, gondolom én. Így van, hát én azt gondolom, hogy a piac előbb-utóbb azért ezt is helyre teszi, mert én biztos vagyok benne, hogy egy 150-200-300 hektáron gazdálkodó, jól felszerelt és megalapozott munkát végző, szakmailag megalapozottan dolgozó, akár Kft., akár BT, akár családi gazdaság, azért az eredményeket fog elérni, és esetleg lehetőség lesz majd földbérletre vagy vásárlásra is a nagyüzemekkel szemben. Na most ugye a földtörvényben alapvetően a vásárlásnál, bérleteknél is azért a helyben lakó családi gazdaságok az első sorban lenévők. Őket segíti a gazdaság átadási program is, mert ugye az is tény, hogy a mezőgazdaságnak, mezőgazdaságnak a dolgozóknak, vagy a üzemek nagy részében dolgozóknak az átlag életkora azért az magas már. Tehát mindenképpen szükség van egy fiatalításra, ezt is egy program segíti, de a Fiatal Gazda program is ezt a vonalat fogja segíteni, hogy a fiataloknak legyen kedvük a mezőgazdaságban dolgozni, mert érdemes.
bízunk benne, hogy az is lesz. De hogyha már egy kicsit a politikát érintettük, akkor nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy itt a zöldbárókról ugye már említést tett ez az egyik irányvonal lehet, az ellenzéknek nyilvánvalóan dolga támadni a földtörvényt, ezen is túl vagyunk, de az, hogy ki kell lépni az unióból, ez is egy sarkalatos kérdése a mostani politikai helyzetnek. Volt, aki éppen a törvény kapcsán mondta azt, hogy csókolom, nem értjük, miért kell nekünk az uniónak megfelelni, lépjünk ki és kész, és úgy szabályozzuk attól kezdve a földkérdést, ahogy mi akarjuk. Na, ennek milyen hatása lenne? Ez volt ugye Jobbik. Hát nem, tehát én tiszteletben tartva a Jobbikos véleményt is, én azt gondolom azért közöttük kevés a szakmához értő, még a Hódudvarban is. Jól hangzik egyébként, és természetesen ezzel, akkor, amikor az Unió nyomorgat bennünket itt egyéb jelentésekkel, meg egyéb sok mindennel, akkor ez nagyon jól hangzik, és ezzel lehet szavazatokat szerezni. A tények viszont a következők. Tény az, hogy, de ez már múlt, tény az, hogy lehet, hogy nem kellett volna nekünk a földdel kapcsolatos megállapodást a tőkeszabad állomása fejezetben letárgyalni, de ezen túl vagyunk. Tény az is, hogy mi 25%-on csatlak, tehát az európai országok átlagának, a támogatási átlagának a 25%-án csatlakoztunk. Tehát ennyit kapott egy magyar gazdagnak. Igen, tehát mondjuk egy osztrák-német 100%-ot kapott, mi kaptuk annak a 25%-át. Érthetetlen volt egyébként ez. Tehát ez olyan megalázó a gazdálkodók részére, hogy az őrület. Na most ebből adódóan olyan versenyhátrányunk van, amit a Jobbik is meg tud lovagolni, mert egy 25%-os hátrányon induló futóversenyen nem tudom azt, hogy ki fog, vagy mikor fog célba érni, vagy biztos, hogy nem a 25%-os. Most viszont az is tény, hogy hosszú idő után és a mostani kormány nagyon kemény munkája kapcsán elértünk odáig, hogy az eredményeinket elismerik, és most már 100%-os támogatást kap a magyar mezőgazdaság. Ugye ennek zöme azért a terep alapú támogatás, ami a használatban lévő földek után jár, de hát egyéb állat és állatjóléti támogatások is vannak, kiegészítő egyéb támogatások vannak. Na most itt, amit ugye nagyon sokszor beszélünk róla, elfelejtettünk, és ebbe valahol a Jobbiknak is, vagy a jobb oldalnak is szerepe van, hogy nem eléggé ostoroztuk mi a szocialista kormányokat azért, hogy akkor, amikor ugye a szerződés aláírása volt, akkor az Unió lehetőséget adott nekünk arra, hogy a 25%-ot kiegészítsük. Ez a kiegészítés nem történt meg. Tehát ez nemzeti támogatás? Ez egy nemzeti támogatás lehetett volna. Volt nemzeti támogatás apró, nagy címszavakkal, de kevés pénzzel, de gyakorlatilag a területalapú támogatásnak, vagy a mezőgazdaság zömét adó növénytermesztésnek, állattenyésztésnek nem volt kiegészítő támogatása. Most erre az Unió ugye azt mondja, hogy megadtam a lehetőséget, de nem éltetek vele. Hivatkoztak ugye mindig arra, hogy így nincs pénz, úgy nincs pénz. Másra azért volt itt a moszkvai épületek, meg azért volt itt pénz, ha végignézzük a dolgokat. Tehát a mostani álláspontunk szerint, és azt gondolom a józan, reális politikai vonalak szerint az Unióból való kilépésünk a mezőgazdaság szempontjából sem lenne szerencsés, mert nagyon jelentős támogatást kapunk. Mindenki tudja, hogy az Európai Unióban óriási viták folynak, mert a tagországoknak juttató támogatások a nagyon nagy része mezőgazdaság irányába megy. Tudunk mi ellenérvet is mondani, mert hogyha nem lenne támogatott a mezőgazdaság, és ezen keresztül a fogyasztó, akkor nem tudnák megvásárolni gyakorlatilag azt az árut, amit mi előállítunk, mert mi is meg akarnánk élni, és az előállítási költségekre rátennénk az X százalék hasznot, ettől kezdve a kenyér, a hús, a tej és egyéb zöldségfélék nem ennyibe kerülnének. És a más iparágoknak kellene kitermelni azt, hogy ennyivel többet keressen a dolgozó, és igen, megindul akkor igen, a zöldegénk. De ha már a terület alapú vagy egyéb támogatásoknál tartunk, nagyon sokan azt mondják, hogy, illetve teszik fel a kérdést, hogy na jó, de ez mit jelent? Tehát, hogy ez mennyire fontos? Mert nyilvánvalóan mindenkinek szüksége van a pénzre, de egy gazdálkodó esetében, egy gazda esetében mennyire fontos ez a támogatás? Mire lehet használni egyáltalán? Milyen funkciója van? Most ugye a mezőgazdaság a beszállítótól mindig rettetesen függ. Tehát vetőmag, műtrágya, növényvédőszer, gép, alkatrész, gumi, gázolaj, millió egyéb dolog. Nem beszélve ugye az áll szaktanácsadókról. Tehát
ha a jövedelmezésünket nézzük, és hogy nagyon érdekes dolog, hogy a beszállított áruknak az árnövekménye az egyenesen arányos a támogatás növekedésével. Tehát gyakorlatilag hasznot mi ebből nem tudunk igazán hozni, és az is tény, hogy például a tavalyi év, ami egy eléggé extrém száraz év volt, gyakorlatilag a támogatás nélkül a magyar mezőgazdaság teljesen padlóra került volna. Tehát nagyon-nagyon sok esetben az uniós támogatásnak egy része marad meg nyereségképpen, mert az alaptevékenység az veszteséges. Pont az elmondottak alapján, mert hát tessenek megnézni, hát most olyan műtrágya árak voltak már a tavasszal, hogy az ember azt nézte, hogy eltévesztették-e a pontot, vagy nem, vagy a nullát. Ilyet volt a Pétfürdői gyár üzemzavara utáni. Hát most ugye az megint üzemzavar volt, vagy nem üzemzavar volt, vagy van-e ráhatásunk, hogy hova termel, mert vannak információ, hogy Olaszországban odaszállítva például olcsó volt a műtrágya, mint Magyarországon a Péti nitrogén műveknél. Igen, ez is minden esetre érdekes kérdés. Tehát létkérdés akkor ez az összeg, hogy meg legyen? Tehát én azt gondolom, Magyarországon az uniós támogatás a mezőgazdaság számára ez létkérdés. Ez lehet rá esetleg hitelt felvenni, vagy milyen módon lehet? Hogyne, hát ugye ráadásul erről nem is szándékoztam igazán beszélni, mert eléget bántják a bankokat jogosan. Tudnélik, a területalapú támogatás egy uniós pénzügyi ciklusban előre kiszámítható, meghatározott. Bocsánat, ebbe a kormányok belenyúltak, a szocialista kormány bele is nyúlt elég rendesen. Most a nemzeti kormányunk előre megmondja, hogy mikor, hányadikán, vagy meddig lesz kifizetve az első rész előleg, és meddig lesz a másik rész kifizetve. Az előző kormányoknál mi ezt soha nem tudtuk, és mindig esetleges volt, vagy kaptuk, vagy nem, vagy időben, vagy nem. Például a tüntetés is emiatt volt. Tehát az uniós támogatás számunkra az egy alapvetően meghatározó dolog, és hát mivel kiszámítható, ezért a bankok is előszeretettel finanszírozzák ezt meg. Tudnélik, ugye, ha a bank erre hitelt ad, akkor a hitelt felvevőnek esélye sincs, hogy akármilyen görbeúton hozzájusson ehhez az összeghez. Ez elkülönített számlára a bankhoz kerül az MVH-tól, tehát azonnal teljesen biztosan ezt a hitelt kihelyezheti, mert itt nem lehet belebukni. Tehát ez biztos forrás, és bízunk benne, hogy biztos forrás. Akkor, hogyha összegezzük, akkor lehet arról vitatkozni, hogy ki kell leszállni az Unióból, de hogy ha most szállunk ki, akkor az a mezőgazdaságnak egy óriási érvágás lenne, ez azt hiszem, hogy így összegezhető. Igen, ugye így van. Nem észszerű. Igen, nem észszerű kiszállni, bár nagyon nehéz teljes méleget hozni, mert ugye a Jobbik például hozzáteszi azt a nehezen mérhető oldalt is, hogy annak idején elvesztettük a teljes feldolgozóiparunkat, a földjeink egy részét is, szóval azért ez a másik oldal. Aztán majd egyszer csak-csak kialakul a teljes mérleg, de azt már attól tartok, hogy a történelem könyvekben olvashatjuk. Igen. Viszont évtizedek múlva. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy ennyi információt megosztott velünk a földtörvényről. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Dióhéjban ennyi fért tehát erről a helyzetről a Miért című műsorban. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra! Ön tudta, hogy a zöld kártya nagyban befolyásolhatja az ingatlan piaci értékét? Mivel megmutatja az épület éves energiafogyasztásának mértékét. Kötelezően el kell készíteni az energetikai tanúsítást az ingatlan eladásakor, bérbeadásakor vagy építésekor. Energetikai tanúsítás és hőkamerás felvétel már 15 000 forint plusz áfától. Kapos energetika, ingatlan diagnosztika, a hosszú távú befektetés. Részletek www.kaposenergetika.hu. Megérkeztek a Gömboptikába a 2013-as év legújabb napszemüvegei. Police, Roberto Cavalli, Rudy Project, Ozzy. Világmárkák kedvező áron. Közel 1000 féle napszemüvegből választhatsz üzletünkben. Bármely két darab nem akciós napszemüveg vásárlása esetén az olcsóbbat fél áron adjuk. Gömboptika, Kaposvár, Teleki utca 8.